C'est toujours difficile de parler de son passé. Je le fais parce que je sais que c'est important pour les gens qui écoutent. Mindig nehéz az embernek a múltjáról beszélni, mindig nehezen teszem ezt meg, de mégis kész vagyok rá, mert tudom, hogy azoknak az embereknek a szempontjából, akik ezt hallgatják, fontos. Mais c'est automatiquement reparler de son enfance, de ses souffrances. Csak olyankor, olyankor mindig vissza kell mennem a múltamba, a gyerekkoromba, és beszélnem kell az átélt szenvedésekről. Parce que la drogue est liée à la souffrance. Mert ha valaki kábítószerezik, ő az szenvedni is fog. Contrairement à ce qu'on peut penser, on ne devient pas alcoolique ou toxicomane simplement parce qu'on a envie de voir la vie en rose. És lehet, sokan azt gondolhatják, hogy az ember csak azért válik alkoholistává vagy drogfüggővé, mert szeretné rózsaszínben látni az életet. Il y a pratiquement derrière chaque vie d'échéance une enfance malheureuse. De valójában minden ilyen bukott élet mögött egy szerencsétlen gyermekkor áll. Et je dirais que plus ça a été difficile dans l'enfance, et plus ça sera difficile d'en sortir. Azt is el szoktam mondani, hogy minél nehezebb volt valakinek a gyermekkora, annál nehezebb utána abból kijönni. Parce que quand on a eu des mauvaises bases, des mauvaises informations depuis pratiquement sa naissance, mert hogyha valaki születésétől kezdve rossz alapokkal rendelkezik és rossz információkat kapott, après toutes les recherches qui ont été faites, il s'est prouvé que dans la vie d'un enfant de 0 à 5 ans, les figures d'autorité qui vont lui parler vont vraiment être importantes dans sa vie. Kutatások is bizonyítják azt, hogy egy gyereknek 1-től 5 éves, hát vagy 0-től 5 éves koráig a tekintély személyek az életében, ugye a szülők. Et ce qui est très difficile, c'est qu'il n'y a pas de justice. És az a baj, hogy sokszor nem igazságos az élet. Mon épouse a eu une mère extraordinaire, une grand-mère extraordinaire. Például a feleségemnek egy csodálatos édesanyja és nagymamája volt. Elle était aimée. És őt szerették. Et ça change tout, quelqu'un qui t'aime. És nagyon más az, hogyha az embert szeretik. Quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui aime le Seigneur. Hogyha valakinek olyan szülei vannak, akik kiegyensúlyozottak és szeretik az Urat. Chez nous en France, c'est égalité, fraternité, mais c'est pas possible, il n'y a pas d'égalité. Franciaországnak az a jelmondata, hogy egyenlőség, testvériség, de hát ez nem így van, nincs egyenlőség. Il y a des gens qui naissent dans un foyer qui est déjà complètement détruit. Vannak emberek, akik olyan családba születnek, ami már eleve teljesen szétzilált. Mon épouse a fait des recherches parce qu'elle parle avec ma maman maintenant. Feleségem kicsit utána kutatott a dolgoknak, ő többet beszélget édesanyámmal. Et ça m'a vraiment aidé à pardonner à mes parents. És ezeken a kutatásokon keresztül ez nekem is segített, hogy megbocsássak a szüleimnek. Parce que sur plusieurs générations, c'est terrible. Mert több generációra visszamenőre rettenetes dolgok történtek a családban. Je veux pas du tout en parler là-dessus, mais c'est pas la faute de ma mère, c'est pas ma faute, c'est pas la faute de la grand-mère, on remonte à des générations en arrière. Nem is szeretnék részletekbe belemenni, de még azt sem mondhatom, hogy az édesanyám a hibás vagy a nagymamám, hanem több generációra visszamenőleg meg lehet találni, hogy miért történtek ezek a dolgok. D'enfants battus, d'attouchements, de plein de choses. Verték a gyerekeket, hogy meg mindenféle rossz dolog. C'est vraiment les ténèbres, c'est horrible. Tele volt sötétséggel, a családunk több nemzedékre visszamenőleg. Moi j'ai eu une mère qui était malade des nerfs. Édesanyám idegbeteg volt. Et puis dans le temps, on n'allait surtout pas voir un psychiatre ou un psychologue. És amikor én fiatal voltam, senki nem járt pszichiáterhez, pszichológushoz. Parce que tout de suite on était catalogué de fou. Mert akkor rögtön besorolták az őrült kategóriába. Alors chacun se débrouillait comme il pouvait. Ezért mindenkinek magának kellett boldogulnia. Et maintenant, avec le recul, je sais que mes parents ont fait du mieux possible de ce qu'ils savaient faire. Most így visszanézve, emiatt arra gondolok, hogy végül is a szüleim megtették, amit tőlük telt. Mais ce qu'on n'a pas reçu, on ne peut pas le donner. De amit az ember nem kapott meg, azt nem is tudja továbbadni. Et si j'avais pas eu le bonheur de rencontrer Jésus et ma femme... Hogyha nem lettem volna olyan szerencsés helyzetben, hogy találkozzak Jézussal és a feleségemmel... J'aurais continué le processus, j'aurais fait la même chose à mes enfants. Akkor biztos, hogy én is tovább csináltam volna azt, ahonnan én jövök, és ugyanazt adtam volna tovább a gyerekeimnek. Donc, j'étais un enfant caractériel, moi, dès ma naissance. Én születésemtől kezdve egy nyakas gyerek voltam. Voilà, j'étais pas normal, il fallait toujours que j'ouvre la bouche, je la ramène. Nem voltam egy hétköznapi gyerek, nekem nagyon nagy szám volt, és én mindig ki is nyitottam. Avec le recul du temps, je me dis, si seulement je l'avais fermé un petit peu.
Visszanézve arra gondolok, de jó lett volna, hogyha néha kicsit becsukom a számot. Voilà, je suis né révolutionnaire et... Forradalmárnak születtem. Il fallait toujours que j'ouvre la bouche. És nekem mindig ki kellett nyitni a számot. J'étais jamais d'accord sur rien, jamais content sur rien. Soha semmivel nem voltam elégedett, soha semmivel nem tudtam egyetérteni. Et ma mère a pratiqué ce qu'elle a cru devoir être bien. Édesanyám meg úgy próbált ezen segíteni, ahogy tudott. Mais elle piquait des crises de nerfs sur moi, elle me tapait jusqu'à temps que je sois assommé. Idegrohamokat kapott, és sokszor annyira megvert, hogy majdnem agyonvert. C'est pas ça le plus grave. De igazából nem is ez a legszomorúbb az egész történetben. C'est toutes les paroles que j'ai entendues en boucle toute la journée pendant des années. Hanem inkább az, azok a szavak, amiket folyamatosan éveken át napról napra hallgattam. Comme si c'était un démon qui parlait par sa bouche pour me détruire. Olyan volt, mintha egy démon beszélt volna a száján keresztül, hogy engem tönkre tegyen. Je n'étais pas consciente. És nem is tudta, mit csinál. Il me disait, tu vaux rien, t'es le diable, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour un sale gosse comme toi. Ezt mondogatta, hogy nem érsz semmit, te maga vagy az ördög. Mit vétettem a jó Isten ellen, hogy egy ilyen komisz kölyköt kaptam. Alors que quand on vient au monde, on a besoin d'être valorisé, d'être aimé, d'être mis aidé, quoi. Az embernek pedig hát mindenkinek arra van szüksége, hogyha világra jön, hogy értékeljék, hogy szeressék, segítség. Une mère normale dit à son enfant, t'es le plus beau, t'es... Et toutes des bonnes choses. Minden normális anya jó dolgokat mond a gyerekének, azt mondja, hogy te vagy a legszebb, és ilyeneket. Moi, j'ai jamais le droit. Même encore aujourd'hui, d'ailleurs. De én édesanyámtól ezt nem kaptam meg soha, még ma sem kapom meg. Elle fait tout le temps des réflexions négatives. Elle ne sait pas avoir une parole positive. Mindig valami negatívat mond nekem, egyszerűen képtelen pozitív módon beszélni. Mais le pire pour moi, számomra az a legrosszabb az egészben. C'était que mon père qui passait aux yeux de tout le monde pour quelqu'un de très courageux, très gentil. Hogy édesapám, akit egyébként mindenki nagyon bátor és nagyon kedves embernek ismert. Il m'abandonnait, je me suis senti abandonné dans les mains de cette folle. És elhagyott engem az édesapám, és úgy éreztem, hogy ennek az őrült asszonynak a kezeiben taszít, és nem véd meg. Pour moi, c'est l'autorité, c'est le protecteur, il devait me défendre, il m'a abandonné, il partait à chaque fois. Az én szememben ő volt az a tekintély személy, akinek meg kellett volna védenie engem, de minden egyes konfliktus helyzetben úgy reagált, hogy elment. Et ce qui est terrible, c'est que j'avais pas le droit de l'ouvrir, j'avais pas le droit de me plaindre, j'avais pas le droit de pleurer. Az volt a legszomorúbb az egészben, hogy még igazán kísérni sem tudtam magamat, senkinek nem tudtam igazán elpanaszolni a bajomat. Alors je me suis enfermé dans un monde imaginaire. Ezért inkább úgy döntöttem, hogy bezárkóztam egy képzeletbeli világba. Et je suis très vite devenu schizophrène, mythomane. És nagyon gyorsan schizofrén lettem és hazudozó. Je me suis créé une vie. Létrehoztam magamnak egy életet. Mais une vie où je suis un hérisson, on peut pas m'approcher. Olyan lettem, mint egy sündisznó, senki se közelíthetett hozzám. En réalité, je me suis créé la vie que mes parents pensaient que j'étais. És végül is olyan világot teremtettem magam körül, azt mutattam, amit hittek a szüleim, hogy az vagyok. Je suis devenu à l'extérieur le méchant, la brute, le voyou qu'ils pensaient que j'étais. És kívülről tényleg olyan képek mutattam, hogy egy olyan gonosz és kemény ember vagyok, akinek ők engem láttak. Mais à l'intérieur, il y avait un enfant désemparé. De valójában belülről egy olyan gyerek voltam, aki nem találja a segítséget, a kiutat. Qui rêvait que de belles choses. És csupa szép dologra álmodozik. Mais comme j'entendais en boucle que je valais rien et puis que j'arriverais jamais à rien. De mivel mindig azt hallgattam, hogy nem érek semmit és soha semmit nem fogok elérni. J'étais très perturbé, c'était mon monde secret. Összezavart engem ez, és ezért egy titkos világba húzódtam vissza. Je pensais que c'était un monde imaginaire que je m'étais créé, mais en réalité, c'était l'autre qui était le monde imaginaire. Én azt hittem, hogy az a külső állat, amit felhúzok, az a képzeletbeli világ, de mások meg azt gondolták, hogy a belső világom a képzeletbeli. Je sais pas si vous voyez un peu la confusion déjà dès l'enfance. Tehát nem tudom, el tudjátok egy képzelni, de össze voltam zavarodva gyerekkoromban. Dans ce monde intérieur que j'avais, je rêvais d'acheter un ranch, de sortir toutes les prostituées de la prostitution. Arról álmodoztam gyerekkoromban, hogy majd veszek egy tanyát, és akkor az összes prostituáltat összegyűjtöm, segítek rajtuk. Je lisais des romans d'amour, à l'eau de rose. Szerelmes regényeket, ilyen lányregényeket olvasgattam. Je rêvais de me marier vierge en blanc avec une femme vierge. Arról álmodtam, hogy amikor majd megnősülök, akkor én is szűz leszek, a feleségem is szép fehér ruhában. Mais ça personne n'a jamais su, même pas ma mère. Ezt viszont, erről viszont senki semmit nem tudott, még édesanyám sem. Tout le monde pensait que j'étais irrécupérable pour la société.
Nem azt gondolták rólam, hogy én egy javíthatatlan fickó vagyok, és használhatatlan vagyok társadalmi szinten. Je faisais tout pour leur prouver qu'ils avaient raison. És hát az a helyzet, hogy meg is tettem mindent, hogy, hogy bebizonyítsam, hogy ez így van. J'étais viré des écoles, j'étais tapé par la police. Iskolából kirúgtak, a rendőrök megvertek. Et ce problème, c'est que ça, cette schizophrénie, ce dédoublement de personnalité, a créé une très grande souffrance, et il fallait calmer cette souffrance. És ez a kettős személyiség, ez a skizofrén dolog, ez egy olyan szenvedést okozott, amit valahogy le kellett győzni, le kellett nyugtatni. J'étais prédestiné, j'étais programmé pour devenir un toxicomane. Szinte előre be voltam programozva, predestinálva voltam arra, hogy kábítószer függővé váljak. Même si je suis convaincu que je suis responsable de tous mes actes. Ettől függetlenül meg vagyok arról győződve, hogy minden cselekedetemért, minden tettemért felelős vagyok. Dans mon cœur, dans ma tête, il n'y avait pas d'autre solution. De én a szívemben és az elmémben nem találtam más megoldást. Alors à 12 ans, je suis devenu alcoolique, j'ai commencé à boire des litres d'alcool à 40 degrés. Ezért már 12 éves koromban liter számra vedeltem az alkoholt, és ilyen erős töményszeszeket, ilyen 40 fokos szeszeket ittam. J'étais ivre mort, j'étais par terre. Leittam magam a sárga földig, ott feküdtem. Je vivais, j'étais dans les bistrots avec les adultes, parce que j'avais déjà la même grandeur que maintenant. Már 12 évesen elég nagy termetű voltam, tehát ugyanakkora voltam, mint most is, akkor felnőttekkel együtt jártam a... Nem, most sem vagyok magas, de nagy területi voltam, és jártam a kocsmákat, és felnőttekkel együtt ültem be, és ott beszélgettünk. Mais alors, je peux dire qu'il y a quelque chose dans les bistrots qui m'a... qui est un leitmotiv pour ma vie quand même. De azt szeretném elmondani, hogy ott a kocsmában, ott alakult ki egy bizonyos ilyen gondolatom, ami egy ilyen vezér fonala lett az életemnek. Il refaisait le monde. Passe-moi un coup, le gouvernement, il va rien. Ott iszogattak, és akkor próbáltak filozofálgatni, szítták a kormányt. Et comme ça, ils mangeaient toute la paye. És végül is így szépen el is költötték az egész fizetésüket. Mais ils sortaient des bistrots complètement sous, mais certains qu'ils étaient meilleurs que les autres. És amikor kijöttek a kocsmából, teljesen be voltak rúgva, de meg voltak róla győződve, hogy ők jobb emberek, mint bárki más. Et moi, j'ai dit quelque chose qui s'est ancré en moi. Je ne deviendrai jamais un vieux comme ça. Jamais. De akkor alakult ki bennem ez a gondolat, és ez nagyon mélyen meggyökerezett bennem, hogy soha nem akarok ilyen vén hülye lenni, mint... Je préfère mourir jeune, mais je ne veux pas vieillir comme ça. Azt mondtam magamban, hogy inkább fiatalon halljak meg, de éljek jól addig. Et bien entendu, l'alcool, à un moment donné, ça ne faisait plus l'effet que ça devait faire. Tehát nem akartam olyan lenni, mint ők. És aztán ugye ittam, de egy idő után már nem gyakorolt rám olyan hatást az alkohol. À 14 ans, j'ai quitté l'école, enfin, on m'a fait comprendre que j'avais pas ma place là-bas. 14 éves koromban gyakorlatilag abba hagytam az iskolát. J'étais travaillé sur les sentiers comme électricien. És építkezéseken dolgoztam, mint villanyszerelő. Et là, en nettoyant des outils pour la première fois, je commençais à sniffer du trichloréthylène. Trichloréthylénnel tisztogattuk a szerszámokat, és akkor egyszer csak úgy felfedeztem, hogy ha ezt belélegzem, ez milyen erőteljes. Ça sent très mauvais, c'est infect. Nagyon rossz szaga van, szörnyű egyébként, büdös, rettenetesen. Mais alors, ça me calmait. De valahogy lenyugtatott. Ensuite, j'ai rencontré dans mon village des Américains qui avaient une ferme. És aztán a falunkba jöttek amerikai hippik, akiknek volt egy kis farmjuk. Et qui m'ont invité dans leur ferme. És meghívtak erre a tanyára engem is. Et on a commencé à faire tourner l'alcool, puis après je me suis retrouvé avec un joint dans la bouche. Körbeültünk, járt körbe a boros üveg, és aztán egyszer csak a joint is ott volt. Ce que je voudrais dire, c'est que j'ai trouvé ça merveilleux. Azt akarom mondani, hogy akkoriban én ezt nagyon csodálatosnak találtam. Alors quand les autres me disaient, c'est mauvais, je me disais, oui, ils connaissent pas ce monde extraordinaire. Hiába mondta bárki is, hogy rossz ez, én azt gondoltam, hogy ők nem ismerik ezt a csodálatos világot. Mais j'étais bien. Annyira jól éreztem magam. Cette musique était bonne. Olyan jó volt a zene. Je me fichais de tout. Semmi nem érdekel. Tout le monde me semblait stupide, inférieur. Úgy gondoltam, mindenki alacsonyabb rendű, hülye. En réalité, c'est les portes de l'enfer. Pedig valójában ez a pokol kapuja volt. Parce que... au départ, c'est paradisiaque. Mert úgy van, hogy az elején a dolog olyan paradicsomi. Mais ça solutionne jamais rien.
Csak hogy ez soha semmire nem hoz valódi megoldást. Et il en faut de plus en plus. És mindig több kell belőle. Et des drogues de plus en plus fortes. És egyre erősebb kábítószerekre van szükség. Alors moi je rigole à chaque fois que j'entends quelqu'un qui dit mais moi j'irai jamais plus loin, j'en prendrai jamais plus. Most csak nevetek magamban, amikor azt mondja valaki, hogy jó, hát én megállok majd egy bizonyos szinten, én sose fogok keményebb drogokhoz nyúlni. Il suffit qu'il arrive n'importe quoi comme déception, comme contrariété qui crée une souffrance pour en prendre plus. Ez nem így van, mert hogyha az ember életében jön egy olyan szenvedés, vagy valami olyan kemény körülmény, és az ember akkor szinte automatikusan keményebb dolgokhoz nyúl. Je crois que la drogue est une fausse révélation pour calmer la souffrance. Én úgy gondolom, hogy a kábítószer az egy hamis kijelentés a szenvedés csendesítésére, vagy lenyugtatására. Et en tant que chrétien aujourd'hui, je dirais que c'est vraiment l'ouverture dans un monde où on rencontre que des puissances des ténèbres. És keresztényként azt tudom mondani, hogy a kábítószer egy olyan világ felé nyitja meg az ajtót, ahol csak sötétség van. Je me croyais mieux que tout le monde. Én akkoriban azt gondoltam, hogy mindenkinél jobb vagyok. Et je pensais que jamais, jamais je serais une épave. És azt gondoltam, hogy én belőlem soha az életben nem lesz emberi roncs. Je pensais que moi j'arrêterais quand je voudrais. És meg voltam róla győződve, hogy akkor állok le, amikor akarok. On se raconte tous des mensonges. Aki ebbe van, az mind hazudik önmagának. Et le pire, c'est qu'on croit dans nos mensonges. Az a legdurvább az egészben, hogy az ember el is hiszi, amit hazudik. Et le pire du pire, c'est qu'il n'y a rien de plus convaincant qu'un menteur. És ami a legeslegdurvább, az pedig az, hogy nincs senki meggyőzőbb, mint egy ilyen fajta hazug ember. On tombe dans la mythomanie et le mythomane, il vous parle, vous êtes certain que ce qu'il vous dit, c'est vrai? Azért, mert olyan hazuggá válik az ember, hogy ő maga is meg van győződve, hogy igaz az, amit mond, és mindenkit el tud hitetni vele. J'ai honte, tellement j'ai menti. Annyira bánt, és annyira szégyellem, hogy annyit hazudtam. Et je me suis créé un personnage à partir d'un mensonge, et à la fin, je savais plus ce que je disais, si je l'avais vécu ou inventé. Je savais plus qui j'étais. Már odáig jutottam a hazugságban, hogy a végén már azt sem tudtam, hogy amit elmondok, az most tényleg megtörtént, vagy csak én találtam ki. La drogue nous éloigne de la vérité, de la réalité, de la responsabilité. A kábítószer eltávolít bennünket a valóságtól, és eltávolít bennünket a felelősségvállalástól. La drogue fait de nous des gens dépendants et des sources de problèmes. Amikor valaki kábítószerezik, az függővé válik, és probléma forrásá válik. Et comme il faut de plus en plus d'argent et qu'on ne l'a pas, on est obligé de plus en plus de mentir, de devenir violent et de prendre cet argent là où il est. Az embernek egyre keményebb drogokra van szüksége, ezek meg drágák, ezért az embernek hazudnia kell, erőszakhoz kell folyamodnia, és onnan kell elvenni a pénzt, ahol csak találja. Alors c'est vrai, il y en a qui peuvent descendre comme moi en 5-6 ans, et il y en a qui peuvent, en allant plus doucement, étant plus, un peu plus trouillard, le vivre sur une vingtaine d'années. Mais les résultats sont toujours les mêmes. Végülis mindegy, van aki olyan, mint én, hogy 5-6 alatt lejut egészen a gödör fenekéig, van aki meg úgy lassabban halad, és kicsit óvatosabb, az akár 20 évig is így eljátszolgathat ezzel. On se retrouve toujours dans un endroit et une situation où on ne veut pas être. És de az ember a végén mindenképpen egy olyan helyzetbe kerül, ahova nem szeretett volna kerülni. On contrôle plus rien, c'est quelqu'un d'autre qui nous contrôle. És akkor már az ember nem maga irányítja az életét, akkor már valaki más irányít. On devient l'esclave de quelqu'un et de quelque chose. Valaminek és valakinek a rabszolgájává válik az ember. Et comme dans mon enfance, je rêvais d'être quelqu'un de bien, én gyerekkoromban arról álmodtam, hogy jó ember leszek. J'étais profondément perturbé. És annyira összezavart az, amire jutottam. Je vivais qu'avec des gens qui parlaient de cambrioler, de violer, et moi je ne voulais pas faire ces choses. Olyan emberek között voltam, akik csak a erőszakról beszéltek, betörésről, meg ilyenekről, és én egyáltalán nem akartam ezeket. J'étais dans des situations, dans un monde, exactement le contraire de tous mes rêves d'enfant. És végül egy olyan világnak váltam a részesévé, amelyik pont az ellenkezője volt minden gyerekkori álmomnak. Alors après j'ai entendu parler du mouvement hippie. Hát hallottam én is akkoriban a hippie mozgalomról. Faites l'amour et pas la guerre. Szeretkezz, ne háborúzz. J'ai commencé à trouver ça dans Elliot de White en Angleterre.
A Festival de Pop Music. Volt Angliában a White-szigeten egy nagy zenei fesztivál, én is részt vettem rajta. Et donc j'ai décidé de partir en Inde. És ott találkoztam a hippikkel, milyen jó. Úgy döntöttem, hogy elmegyek én is Indiába. Ils semblaient heureux, tous ces gens. Úgy tűnt, hogy ezek az emberek annyira boldogok. Ils avaient quitté la société. Kiléptek a társadalomból. Parce que le problème, c'est la société. Mert úgy gondolták, hogy a társadalom a hibás. Et dans le film que j'ai, quand je suis passé à la télévision, van egy kis filmem, amit magammal hordozok DVD-n, mert az egy film bejátszás, egy 1970-es tévéhíradóból. On m'interview et je dis, moi je quitte la France, c'est pourri, la société est pourri. Akkor a francia televízió éppen fölvette ezt a fesztivált, és engem is megkérdeztek, és azt mondtam, hogy én itt hagyom ezt a rohadt Franciaországot. Pas une seconde, j'ai dit, c'est moi qui est pourri. Egy pillanatra se jutott eszembe, hogy lehet, hogy én vagyok rohadt. Et pourtant je savais très bien à l'intérieur que j'étais en train de me pervertir. Pedig belülről éreztem azért, hogy kezdek megromlani. On est conscient et en même temps on est tellement menteur qu'on on vit dans le déni. Tehát az ember ugyan érzi ezt, de mégis annyira hazudik ugyanakkor, hogy folyamatos tagadásban él. Et bien entendu, c'est là, c'est la voie large. Toutes les drogues sont là avec des quantités extraordinaires. Ezt azt nevezném én a széles útnak, ugye rendelkezésre állnak a különböző kábítószerek hatalmas, rendkívüli mennyiségben. On parle plus d'un joint, on parle en kilo après. Az ember először csak egy jointról beszél, utána már kilókról beszél. Moi j'ai connu un gars, parce que dans le LSD, c'est de l'acide, il n'en avait pas un buvard de LSD, il avait un litre de LSD. J'ai connu un gars, il avait un litre de LSD. Ismertem egyszer egy fickót, akinél egy liter LSD volt. Alors qu'il faut juste une petite goutte pour sortir de son corps, pour hallucinogène. Pedig az LSD-ből egyetlen csepp elegendő, hogy az ember kilépjen a testéből és halucinálni kezdjen. Là, je suis rentré dans le monde, il y en avait partout. És aztán beléptem abba a világba, ahol ebből aztán volt bőségesen mindenhol. Quand j'étais à Katmandou, il y en avait dans la nourriture, il y en avait partout. Katmandúban például az ételben is benne volt a kábítószer, mindenhol. Alors là, on plonge à fond dedans, on est baptisé dans la drogue. És az ember szinte teljesen immergé. Átjárja, bele merül a kábítószerbe. Et je me suis complètement perdu. És én teljesen elvesztem. Je ne savais plus du tout qui j'étais. A végén már nem tudtam, ki vagyok. J'étais dans une prison mentale. Egy mentális börtönbe kerültem. Et c'est moi qui la construisais. És ezt a börtönt én magam építettem. Les murs étaient de plus en plus épais. Les murs étaient de plus en plus épais. És aztán a falak egyre jobban összezárultak. Et j'étais très malheureux. És én nagyon szerencsétlennek éreztem magam. Donc il y avait quelqu'un à l'extérieur qui disait à tout le monde que tout va bien, que c'est la bonne voie, kívülről, prenez la drogue, devenez comme nous. Kívülről úgy adtam elő, hogy boldog vagyok, és mindenkinek azt mondtam, hogy ti is kábítószerezzetek, legyetek olyanok, mint mi. Et à l'intérieur, il y avait un pauvre gars. Belülről viszont rettentő szerencsétlen voltam. J'ai vu les gens devenir fous les uns après les autres, se suicider les uns après les autres. Láttam, ahogy a társaim egymás után megbolondulnak, öngyilkosok lesznek. C'est l'enfer. Ez maga a pokol. Moi, les derniers jours de ma vie, és én illetem utolsó napján. J'étais enfermé dans le noir. Be voltam zárkozva egy sötét szobába. Je supportais plus le moindre bruit, comme ça. A legkisebb zajra így remegtem, féltem. J'étais plein de démons. Tele voltam démonokkal. Et j'avais peur de tout. Mindentől féltem. Et j'entendais des voix en boucle qui me suicitaient. Hangokat hallottam, és ez a hang azt mondta, hogy legyél öngyilkos. J'étais angoissé jour et nuit. Állandóan szorongtam éjjel-nappal. Je prenais des doses massives de drogue, je mangeais plus, je pesais 40 et quelques kilos. Iszonyatos mennyiségű kábítószereket vettem be, mert gyakorlatilag nem is ettem, és 40 valahány lefogytam. Je me lavais plus, j'étais plein de poux, j'étais plein de tics. Nem mosakodtam, tiszta bolha volt a fejem. En plus, je m'étais fait voler tous mes papiers. Ráadásul ellopták az összes papíromat. Je croyais plus en rien. Már semmiben nem hittem. Et je n'avais pas d'autre initiative que me suicider. És úgy gondoltam, hogy számomra nincs más megoldás, csak az öngyilkosság. Donc j'ai pris une double dose de LSD. Úgyhogy be is vettem egy dupla adag LSD-t. Ce que je veux dire, c'est que j'avais peur de la mort. Ezt azért szeretném elmondani, hogy féltem a haláltól. Mais j'étais tellement angoissé, tellement malheureux, tellement mal. De annyira szorongtam, annyira szerencsétlen voltam, és annyira rosszul éreztem magam. Il fallait que cette souffrance s'arrête. Hogy valahogy véget kellett vetni ennek a szenvedésnek. Aujourd'hui, quand je vois quelqu'un qui se jette sous un train,
Il faut être totalement désespéré pour faire ça. Vannak emberek, akik a vonat elé vetik magukat, mert ahhoz már a totális kétségbeesés kell. Il n'y a pas de drogué heureux. Nincs olyan, hogy boldog kábítószeres. Je vivais qu'avec des gens profondément malheureux. Mindenki, aki körülöttem volt, az mind rettenetes szerencsétlen volt. Mais j'en ai vu qui sont devenus violents. De láttam olyanokat is, akik agresszívá váltak. Ils étaient prêts à tuer les touristes pour avoir la drogue. Képesek lettek volna, és képesek is voltak akár arra, hogy turistákat öljenek meg azért, hogy kábítószerhez jussanak. Moi, j'ai refusé d'entrer dans ce monde-là. Én viszont ebbe a világban nem voltam hajlandó belépni. Moi, je me suis toujours remis sur moi-même le mal, je ne l'ai jamais mis sur les autres. Én inkább magamat vádoltam, meg úgy befelé fordultam, nem kifelé. Je suis ce qu'on appelle plutôt un tempérament masochiste. Inkább olyan mazohizmusra hajló ember vagyok. Je suis toujours le coupable. Inkább saját magamat vádoltam. Mais je suis monté sur ce toit. Tehát fölmentem tetőre. Et je sais pas pourquoi. És nem is tudom miért. Peut-être que à force, parce que les seuls qui me donnaient à manger dans tous les derniers mois, c'était des religieux. Azt el kell mondanom, hogy korábban csak a vallásos embereket ettek. Il y avait des religieux catholiques, des bouddhistes, des Krishna, toutes les religions qui existaient. Meg az összes létező vallás képviselői megetettek. Peut-être que tout ce qu'ils m'ont raconté imprégnait une image qu'il y avait un dieu, mais mert sok mind ugye akkor beszéltek a vallásukról, lehet, hogy ez valahogy úgy valami hatással volt rám, hogy azért mégiscsak van Isten. Je dis peut-être parce que j'étais tellement dans un état second que je m'en souviens pas. De azért mondom, hogy talán, mert olyan állapotban voltam, hogy igazából nem is tudok erre visszaemlékezni. Peut-être que Dieu à mon insu a planté une semence comme quoi il existait. Lehet, hogy Isten tudtomon kívül elültetett bennem valamilyen magot. J'ai levé le poing. De minden esetre ott a háztetőn felemeltem az öklömet. J'étais en colère contre la terre entière, j'étais en colère contre lui. Haragudtam az egész földre, egész világra, Istenre is. C'est pas normal, tu m'as pas créé pour me laisser crever comme ça. És azt mondtam neki, hogy Isten, ez nem lehet, hogy arra teremtettél, hogy így dögöljek meg. C'est presque comme si je disais c'est ta faute. Ezzel tulajdonképpen azt mondtam, hogy Isten, te vagy a hibás. Qu'est-ce que t'as fait quand ma mère me frappait, quand mon père fichait le camp? És mit tettél Isten akkor, amikor az anyám vert, apám meg lelépett? Et je me suis jeté dans le vide. És leugrottam a semmibe. Alors ça, j'en suis profondément certain. Ebben teljesen biztos vagyok. Quand j'avais pris une double dose de LSD, bevettem ugyan egy dupla adag LSD-t, j'étais délivré de la crainte parce que dans le LSD, on pouvait faire n'importe quoi, se prendre pour un avion, un oiseau. Il y a même une femme qui a fait rôtir son bébé. Tehát azt azért csináltam, hogy megszabaduljak a félelemtől, mert ha az ember LSD hatása alatt van, akkor van, aki például madárnak gondolja magát, meg ismertem egy olyan nőt, aki saját gyerekét betett a sütőbe és megsütötte. Pendant un temps, je me suis dit, peut-être que t'as eu des hallucinations. És később arra is gondoltam, hogy lehet, hogy hallucináltam csak. Parce que j'étais projeté en arrière, à plusieurs mètres. Azért, mert egy erő megfogott, és több méterrel hátra dobott. Mais j'ai essayé après de prendre un matelas et de me jeter en arrière, c'est impossible. Aztán később próbálgattam is, hogy letettem egy habszivacsot magam mögé, és egy nagyot hátra ugrani, de nem tudtam ekkor. Il y a quelque chose qui fait qu'on peut pas et je pas tomber, j'ai volé en arrière. Tehát nem csak egyszerűen hátra estem, hanem hátra repültem. Et là, j'ai dit, si c'est toi qui veux pas que je crève, ramène-moi en France. És akkor azt mondtam, Isten, hogyha te vagy az, aki nem akarod, hogy megdögöljek, akkor vigyél haza Franciaországba. C'était impossible, parce que comme j'avais fait faire un nouveau passeport là-bas, Katmandou. De ez gyakorlatilag lehetetlennek tűnt, mert előzőleg csináltattam egy új útlevelet Katmandúban. Tous les drogués faisaient faire des passeports pour les vendre. De egyébként a kábítószeresek azt csinálták, hogy azért csináltattak új útlevelet, hogy ezt eladják, és abból is vegyenek drogot. Il était hors de question qu'ils en donnent un deuxième. Ezért nem voltak hajlandóak nekem donc, új útlevelet adni, miután ellopták tőlem. Donc, ils m'ont dit que j'avais vendu mon passeport. Te ezzel vádoltak, hogy biztos én is eladtam az útlevelemet. D'ailleurs, j'ai su après que le gars qui me l'avait volé, il s'était passé pour mon nom et Interpol me recherchait. És aztán később megtudtam, hogy az a srác, aki ellopta az útlevelemet, az Jean-Michel Pagnier-nek adta ki magát, és ezért engem körözött az Interpol. Ils avaient rien voulu me donner, et juste après que j'ai prié, ils m'ont donné à laisser passer. De az történt, hogy miután ilyen módon imádkoztam, mégis kaptam Nepában egy ilyen menlevelet, amivel haza lehetett menni. Avec trois semaines pour rentrer en France. Három hetem volt arra, hogy et je devais rentrer dans le sud, par le sud de la France. És úgy alakult, hogy Dél-Franciaországon keresztül értem haza. Ma femme m'a dit il y a quelque temps quelque chose de juste.
Nem régen a feleségem mondott valamit, ami nagyon igaz. Si m'avait redonné un passeport, j'aurais continué la route. Hogyha jusqu'à la mort. Kaptam volna egy rendes útlevelet, akkor biztos tovább folytattam volna a drogozást egész a halálig. Je serais parvenu. Biztos, hogy nem jöttem volna haza. Et si sur le seul laisser passer, il n'y avait pas eu le chemin que je devais prendre, jamais j'aurais rencontré les chrétiens. És hogyha ezzel a menlevéllel, ugye három hetem volt, hogyha nem azon az útvonalon jövök haza, ahogy jöttem, akkor meg nem találkoztam volna keresztényekkel. Et il faut savoir une deuxième chose, c'est qu'il y avait la guerre entre l'Inde et le Pakistan. Azt is tudni kell, hogy akkoriban India és Pakisztán között háború dúlt. Et c'était pas possible. És nem lehetett átjutni a határon. Donc, par des toutes sortes de miracles, je suis arrivé en France. De mindenféle csodák történtek, most nem tudom elmesélni, de haza jutottam Franciaországba. Et arrivé à Cannes, sur la Côte d'Azur, là où il y a le Festival de Cannes. A Cannes, ugye ott van az Ezüstpart, Dél-Franciaországba, tehát arra felé értem haza. L'autostop ne marchait plus. És onnantól kezdve nem ment többet az autostop. Je suis resté des heures et des heures et des heures au même endroit, rien. Comme s'il y avait un écran invisible. Órákon keresztül csak álltam, stoppoltam, senki nem állt meg, olyan volt, hogy te lehúzták volna a rólót. Et il y a un gars là, bien habillé, qui est venu me voir. En principe, je causais jamais aux gens qu'avec un costume. Aztán odajött hozzám egy jól öltözött fickó, ilyenekkel nem nagyon álltam szóba akkoriban. Il m'a dit, mais tu sais, là, tu peux partir sur cette route. És ajánlotta, mondta, hogy figyelj, van itt egy kisebb út, érdemes lenne ott megpróbálni. Ça s'appelle la route Napoléon, parce que c'est là que quand il était prisonnier, il est revenu, il a monté par cette route. Napoléon útnak hívták, mert Napóleont is, amikor elfogták, azon az úton vitték. Mais sur cette route, l'autostop ne marchait pas du tout. De azon az úton se vett fel senki. Et quand quelqu'un vous montait, c'était pour faire quelques kilomètres seulement d'un village à l'autre. Aztán volt, hogy fölvettek, de csak egy pár kilométert vittek egyik faluból a másikba. Et en fin d'après-midi, je suis arrivé à Grasse. És késő délutánra eljutottam Grasse-ba. C'est là que le bus des chrétiens suisses, donc il y avait la Zlo dedans, s'est arrêté. És ott állt meg az a kis busz, ami tele volt keresztény fiatalokkal, és köztük volt a Kupa László nevű magyar fiatalember is. Ils m'ont dit, si tu viens avec nous, on va à la piscine, puis après on t'emmène chez nous. Azt mondták, hogy gyere el velünk, elmegyünk strandra, és utána meg eljöhetsz hozzánk. Mais ça m'intéressait pas d'aller à 300 mètres. À la piscine, c'est à 300 mètres. Ça 300 méterre volt csak a strand, ahova mentek. Hát mondtam, hogy 300 méterre nem szállok be. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais en Inde, je me disais, si un jour, parce que j'y croyais pas du tout, je rentre en France, je vais manger un camembert. Azt még tudni kell rólam, hogy mikor még Indiában voltam, bár ebben nem nagyon hittem, de az volt bennem, hogy ha még egyszer az életbe hazamegyek Franciaországba, akkor egy dolgot még szeretnék, camembert sajtot enni. Et en principe, quand des Suisses parlent de fromage, ils parlent du gruyère, ils parlent de plein de fromage, mais pas le camembert, c'est pas un fromage suisse. És azt is tudni kell, hogy a svájciak, akikkel én találkoztam, azok nem esznek camembert sajtot, svájci sajtokat esznek, például gruyère-t, meg egyebeket, tehát ők camembert nem. Ça paraît des détails, mais c'est une importance capitale pour moi. Ez most itt egy apró kis részletnek tűnik, de az én életemben ennek nagy jelentősége volt. C'était le seul mot que je pouvais comprendre. Mon cerveau était détruit par la drogue. J'étais plus capable d'avoir une conversation, les démons me tourmentaient. Annyira szétégett az agyam ugyanis a kábítószertől, hogy nem tudtam egy folyamatos beszélgetést lefolytatni. Állandóan kínoztak a démonok, és gyakorlatilag ez volt az egyetlen szó, ez a camembert, ami úgy megragadt benne. Le mot camembert, ça fait tilt. És amikor kimondták, hogy camembert, akkor valahogy kinyílt az agyam. C'était le seul mot pour que je monte avec eux et que j'aille chez eux. Ezt az egy szót, pont ez volt az a kulcs szó, amit mondaniuk kellett ahhoz, hogy beszálljak az autóba. Et je dis toujours aux chrétiens, c'est pas la peine de baratiner les gens. Demandez à Dieu qui vous donne la parole qui va toucher leur cœur. Ezért szoktam mondani a keresztényeknek, hogy nem érdemes az embereket zaklatni ilyen vallásos dumával, hanem el kell kérni Istentől azt a szót, vagy azt a mondatot, ami valahogy a szívükbe behatol. Donc je suis avec eux. Tehát elmentem ezekkel a fiatalokkal. Et après avoir bien mangé, megetettek. Ils m'ont dit, on voudrait te parler. És utána azt mondták, hogy most pedig szeretnénk veled beszélni. Je savais très bien. Tudtam már, hogy ez jön. Tous les religieux qui m'avaient invité, il fallait payer la facture. Minden vallásos ember, aki meghívott ebédre, utána bejutott a számlát. J'ai entendu les histoires des Krishna, des Buddhas. Végig hallgattam Krishnáról, a Buddháról szóló történeteket. Même des témoins de Jéhovah. Jehova tanúit is végig hallgattam. Alors j'ai dit, bon, bah, c'est un mauvais moment passé, et puis... Arra gondoltam, jó, hát ezt kibírom valahogy, aztán megyek tovább. Et alors après, ils m'ont dit, est-ce qu'on peut prier pour toi? És aztán elmondták, amit akartak. Aztán még folytatták, és azt mondták, hogy de szeretnék imádkozni, és érted. Quelques minutes de supplémentaire. Arra gondoltam, na jó, ezt még kibírom valahogy. Si ça fait pas de bien, ça ne fera pas de mal. Baj nem lehet belőle. Allez-y, priez. Jó, imádkozzatok. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont raconté. Nem tudom, mit imádkoztak. Mais je sais une chose. Egy dolgot azonban tudok. J'ai été définitivement et totalement
délivré de la drogue, de l'alcool et du tabac. Hogy véglegesen és teljesen megszabadultam a kábítószertől, az alkoholtól és a dohánytól. Ce que je veux sachez, c'est que je ne voulais pas être délivré. Je croyais pas qu'on pouvait s'arrêter. Tudnotok kell, hogy én nem akartam megszabadulni a kábítószertől, nem is hittem benne, hogy ezt abba lehet hagyni. Chaque fois que j'avais essayé, j'étais plein d'angoisse. Ahányszor csak megpróbáltam, mindig visszaestem. Et là, comme ça, par enchantement. Ott meg, hop, egy varázsütésre. Je n'ai plus jamais eu de manque, jamais désiré, ni une cigarette. Ça fait 41 ans, je peux voir les yeux dans les yeux, que je n'ai jamais eu envie de reprendre ni la drogue, ni du tabac, ni ce... Egyenesen a szemetekbe tudok nézni, és el tudom mondani, hogy 41 éve soha nem kívántam azóta sem a kábítószert, sem a dohányt. Egyszerűen nem. J'ai dit là, je suis chez des grands sorciers. És akkor úgy néztem ezekre az emberekre, hogy hát ezek nagy varázsok lehetnek. Ces gens-là, ils ont des pouvoirs. Milyen erejük van ezeknek az embereknek? Faut que je reste avec eux, il faut que je sache maradok velük, és valahogy kifigyelem, hogy mi a titkuk. Parce que comme j'avais vécu dans le monde des ténèbres, je vous ai passé toutes ces choses-là, mais j'ai vécu avec des gens qui déplaçaient des tables, des meubles, des tableaux. Voltam, mert láttam én ilyen embereket, akik így bútorokat tettek odébb ilyen erőkön keresztül, meg tehát láttam ilyet. Je vivais dans les ténèbres, je croyais aux ténèbres. Ugyanis a sötétség világában éltem, és hittem a sötétségben. Donc, ils m'ont dit le dimanche, viens au culte avec nous. Aztán azt mondták vasárnap, hogy gyere el velünk istentiszteletre. Je suis allé au culte avec eux. Elmentem velük. C'est la première fois, je rentrais dans une chapelle protestante. Életemben először jártam akkor protestáns templomban. Et là, ils ont fait quelque chose qu'ils font pas ordinairement. És akkor olyas valamit tettek, amit általában nem szoktak. Ils ont dit, avant de prendre le pain et le vin, on va se demander pardon. Hogy úrvacsora előtt, mielőtt a kenyérben és a borban részesülnénk, kérjünk egymástól bocsánatot. Et je les voyais se lever, s'embrasser, pleurer. Láttam, hogy mindenki föláll, ölelgetik egymást, sírnak. Moi, je ne connaissais pas l'amour. Én nem ismertem a szeretetet. J'avais peur de tous ces gens qui pleuraient, qui s'embrassaient, qui... Féltem az olyan emberektől, akik sírnak, meg megölelik egymást. J'étais effrayé, il fallait que je me sauve, j'avais peur, je savais pas... Megrettentem, azt gondoltam, hogy na, innen el kell húzni. Je me disais, pourvu qu'il n'y en a pas un qui vienne me voir. És arra gondoltam, hogy csak hozzám ne jöjjön oda valaki. Et bien sûr, il y en a qui est venu. Persze hozzám is odajött valaki. Il me dit, je te demande pardon. És odajön és azt mondja, hogy szeretnék bocsánatot kérni tőled. J'ai dit, mais de quoi? Ne, visszakérdez, mert miért kéne bocsánatot kérni? Mais tu m'as rien fait? Nem csináltál semmit. Ici, je t'ai mal jugé. De azt mondja, de én megítéltelek téged. C'est les fous, là. Erre azt gondoltam, hát ez... Il faut vite que je m'échappe. Ez teljesen bolondok. Na, én innen gyorsan elhúzok. D'un seul coup, il s'est passé quelque chose que je n'avais jamais vu avant, je ne savais pas que ça existait. J'ai vu le film de ma vie. Viszont egyszer csak történt valami olyasmi, amiben nem hittem, meg nem is tudtam, hogy ilyen lehetséges, hogy egyszer csak láttam az életemet, mint egy film szalagon, így elvonulni. Je délirais pas, il y avait des images, j'étais transporté en esprit, je pense. Teljesen magamnál voltam, de képeket láttam, szerintem szellemben elragadtattam. Et dans chaque image, je me voyais en train de faire des choses qui sont contraires aux lois de Dieu. És minden egyes kép valami olyasmit mutatott, hogy éppen valami Isten törvényével szemben álló dolgot teszek. Une des lois dit honore ton père et ta mère, je haïssais mes parents. Például azt mondja a törvény, hogy tiszteld apádat és anyádat, én meg gyűlöltem a szüleimet. Une autre loi dit pas mentir, je mentais quand je respirais. A másik törvény azt mondja, hogy ne hazudj, akkor ott láttam magam, amit éppen hazudok. J'avais vendu de la drogue, j'avais envoyé des gens en enfer. Láttam magamat, amint drogot árulok, és az embereket a pokol felé segítem. À chaque fois c'était coupable, coupable, coupable. És akkor az úgy rá kellett, hogy mondjam, hogy igen, bűnös vagyok ebben is. Alors que je pensais être une victime. Pedig odáig azt gondoltam magamról, hogy én csak áldozat vagyok. De la méchanceté de mes parents, de la méchanceté de la société, de la méchanceté des hippies. Úgy gondoltam, hogy a szüleimnek, meg a társadalomnak, meg a hippieknek a gonoszságának vagyok az áldozata. Pour la première fois, j'étais coupable, responsable de mes actes. És akkor először szembesültem azzal, hogy én bűnös vagyok, és én felelős vagyok a tetteimért. Et je demandais pardon à quelqu'un que je connaissais pas. És olyas valakitől kellett bocsánatot kérnem, akit nem is ismertem. Et à mesure que je demandais pardon, il y a des poids qui s'en allaient. És amikor bocsánatot kértem, éreztem, hogy terhegesnek lettem. Et comme j'étais habité par des démons, j'étais secoué. Amíg a démonok voltak bennem, így ráztak össze-vissza. J'ai fait peur à ces protestants. És azok pedig rendes protestánsok voltak, hát nagyon megijedtek. Ils avaient jamais vu des choses comme ça. Ilyet még soha életükben nem láttak. Eux, ils sont très... Ők szépen keretek között gondolkodnak. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Néztek rá, mi van vele? Ils pensaient que j'avais... C'est la drogue qui agissait. Azt gondolták, hogy biztos valami kábítószernek valami utóhatása. J'ai dit, j'étais visité par Dieu. És azt mondtam nekik, meglátogatott Isten. Oh là là, celui-là, il va pas bien, il délire, lui. Hein? Azt mondták,
hát ez teljesen megkattant. Je leur dis, Dieu m'a parlé. Képzelődik. És mondtam nekik, hogy de, Isten szólt hozzám. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? És mit mondott? Il m'a dit que je serais son serviteur. Azt mondta, hogy én Isten szolgája leszek. Ils m'ont dit impossible. Arra azt mondták rögtön, az lehetetlen. J'ai dit pourquoi? Mondtam miért? On dit t'as pas le bac. Azért, mert még érettségi sincs. Je suis devenu ce que Dieu avait dit dans ses pensées. De mégis az lett belőlem, akit Isten tervezett, hogy legyek. La preuve que c'est vrai. Ennek az, hogy ez igaz, annak az a bizonyítéka. Ça s'est réalisé et ça se réalise encore aujourd'hui. Hogy megtörtént, és ma is valóság. J'ai rien fait pour réaliser les rêves. Nem én értem azt el, hogy megvalósítsam az álmaimat. Depuis 41 ans, Dieu conduit ma vie. 41 éve vezeti Isten az életemet. Il m'a donné une épouse extraordinaire. Csodálatos feleséget adott nekem. Il m'a dit, cette fille-là sera ta femme. Isten azt mondta nekem akkoriban, hogy ez a lány lesz a feleséged. Si c'était pas lui. Hogyha nem Isten mondta volna ezt. Nous n'aurions pas 40 ans de mariage dans 10 mois. Akkor biztos, hogy nem mondhatnám azt el, hogy 10 hónap múlva lesz a 40. házasság évforduló. Je suis amoureux d'elle comme un gamin de 18 ans. Olyan szerelmes vagyok benne, mint egy 18 éves kamasz. Je lui dis 10 fois, 20 fois par jour que je l'aime. Ezt naponta 10-20-szor is elmondom neki, hogy szeretlek. Je suis reconnaissant qu'elle m'a supporté toutes les années difficiles. És annyira hálás vagyok neki, hogy azon a sok nehéz éven keresztül elviselt engem. Parce que Dieu a dû me restaurer, me reconstruire. Mert Istennek teljesen helyre kellett engem állítani, újjá kellett építenie. Le psaume 23 dit, il restaure mon âme. A 23. Zsoltár azt mondja, a lelkemet felüdíti vagy helyreállítja. Mon âme était détruite. Teljesen tönkre volt menve a lelkem. Patiemment mon épouse a été à côté de moi. És a feleségem pedig nagyon sok türelemmel mellettem állt. Elle me disait je t'aime. És azt mondta, hogy szeretlek. Et moi je ne croyais pas dans l'amour, je c'est impossible que tu m'aimes. Én meg annyira nem hittem a szeretetben, hogy azt válaszoltam, hogy lehetetlen, hogy engem szeressél. Mais elle était patiente. De ő türelmes volt. Pendant des années. Éveken át. J'étais pas gentil avec elle. És én nem voltam hozzá kedves. Je disais, Fulcan, dégage. Azt mondtam neki, hogy hagyjál engem békén, takarodjál innen. Laisse-moi, je ne vaux rien, tu y arriveras pas. Én nem érek semmit, tehát én értéktelen vagyok, úgyse fog sikerülni. Elle a eu un grand ministère. Nagyon nagy szolgálatot végzett. Elle a fait de moi, le Saint-Esprit et elle ont fait de moi la personne que je suis devenu. A Szent Szellem és ők ketten végezték el, hogy azzal az emberré váljak, akivé lettem. Et j'aime l'honorer à chaque fois que je parle du Seigneur. Hogyha Istenről beszélek, akkor én mindig tisztelettel beszélek a feleségemről is. Voilà, je suis devenu une autre personne. Tehát más emberré lettem. Beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. Sokkal nyugodtabb vagyok. J'ai beaucoup lu, j'ai été beaucoup autodidacte. Autodidakta típus vagyok, tehát sokat képeztem magamat. Pour comprendre les mécanismes du fonctionnement de l'âme. Hogy megértsem, hogy hogyan működik a lélek. Et pour pouvoir aider mon prochain. És hogy tudjak segíteni a fele barátaimnak. Et à l'heure de la retraite. És most, amikor már nyugdíjas kor küszöbén állok. Les portes sont ouvertes plus que jamais. Az ajtók annyira megnyíltak előttem, mint korábban soha. Parce qu'il n'y a pas de retraite pour les serviteurs de Dieu. Mert aki Isten szolgálja, az nem megy nyugdíjba. Il y aura toujours quelqu'un à aider. Mert mindig lesz valaki, aki segíteni kell. Que Dieu vous bénisse. Isten áldjon titeket.